Befejeződött Zalaegerszeg legnagyobb belvárosi parkjának korszerűsítése. A projekt 5 év alatt valósult meg, melynek zárásaként szombaton délelőtt egy vendéglátóhelyet is magába foglaló pavilont avattak fel. A sokak által kedvelt Vizsla Park a lakók természetközeli kikapcsolódását 1969 óta szolgálja. A 8 hektáron elhelyezkedő zöld terület folyamatosan fejlődik. Az elmúlt fél évtized munkáinak és a helyiek közreműködésének köszönhetően új lehetőségek nyíltak. Célunk volt, hogy ez a tervezési folyamat ez ne csupán egy tervezőasztalnál történjen, hanem lehetőség szerint az itt élők, illetve akiknek fontos ez a terület, azok is beleszólhassanak a döntésekbe. 2017. júniusában tartottunk egy lakossági fórumot az Ady iskolába, és ott a helyi lakosokat bevonva sikerült végül azt a tervet összeállítani, ami úgy gondolom, hogy most itt 2022 őszén most már véglegesen látható, hiszen a projekt végéhez érve láthatjuk, hogy az elmúlt években mi épült meg. Az elmúlt időszakban a park teljes körű felújításon esett át. A változásokról Bali Zoltán alpolgármester számolt be. A rendezvényen részt vett Víg László országgyűlési képviselő, aki elmondta. A zöld területek még élhetőbbé teszik a várost, ezért kiemelt feladatuk azok rendben tartása. Az ünnepségen felavatták azt az épületet is, ami a Vizsla Parkba látogatók számára kényelmet nyújt. A benne rejlő lehetőségekre Balaic Zoltán hívta fel a figyelmet. Nagyon sokszor hallottuk azt, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy olyan pavilon, ahol lehet fagyit kapni, lehet egy kávét vásárolni, működne egy büfé, de azt is felvetették, hogy mennyire hiányzik itt a park környékén egy nyilvános illemhely, egy nyilvános WC vagy akár pelenkázási lehetőség. Ezt most mind fogja tudni ez az új pavilon, és nagyon bízom benne, hogy népszerű lesz az ide látogatók körében. Az átadó mellett szombaton egész napos családi piknikkel kedveskedtek az érdeklődőknek. Az elmúlt 5 év vizslaparki rekonstrukcióját zárjuk le ezen a gyönyörű napon, hiszen a nyár utolsó sugarai még velünk vannak. És úgy gondoltuk, hogy egy igazi vizslaparki piknikkel zárnánk le ezt az időszakot, és szeretnénk a gyerekeket, a családokat egész nap megszólítani, ahogyan általában szoktuk ezekkel a rendezvényekkel. Úgyhogy tulajdonképpen 10 órától délután 5 óráig élő mesefiguráktól, az ugráló várakig, az óriás buborék showtól, a kutyatáncoltatásig, a kézműves foglalkozásoktól, a tájfutásig nagyon sok programmal várjuk a családokat. A fejlesztések folytatódnak Zalaegerszegen. A városvezetés várja a lakók észrevételeit, amiket a tervezésnél rendszeresen figyelembe is vesz.